Itt van Novák András velem. Örülök, hogy Szia itt vagy itt velünk, Köszi és épségben itt vagy. A múltkor, amikor bejelentkeztél Andrásnál a heti naplóban, ugyanitt, akkor, akkor te még kint voltál Afganisztánban. Azt mondtad, hogy nem mondhatod el, hogy hogyan jössz haza, és hogy mikor jössz haza. Miért nem mondhattad el, illetve most már elmondhatod el? Persze, most már el lehet mondani, ugye ennek mindig biztonsági okai vannak. Az indulás előtt volt ugye a naplós bejelentkezés, akkor még a belvárosban voltam, azt sem lehetett elmondani, hogy az úgynevezett Szeréna Hotel tetején voltam. Onnan mentek az élők, egyébként szépen sorban álltak egymás mellett a tudósítók, és azért nem lehetett elmondani, és könyörögtek a biztonsági szakemberek és a tolmácsok is, hogy semmilyen információt ne osszak meg, mert azért azt lehet tudni, abból a merényletekből is lehetett látni, hogy az iszlám állam még mindig nagyon erős Afganisztánban, és, és hát a merényletek, és, és most a tálibok is, táliboknak is az az egyik missziója, hogy az iszlám állam terroristáit megtalálják, felszámolják, stb. És hát vadásznak a külföldiekre, nem véletlenül volt a robbantás, az a hihetetlen nagy merénylet a repülőtéren, hát ők mindenképpen szövetségesek, vagy szövetséges katonát, vagy európai embert akartak meggyilkolni, ami azért... Ezt te si hallottad? Egyébként ezt a robbanást? Hát két nagy robbanás, robbanás volt, és mind a kettőt hallottam. Tehát nagyon durván megmozogtak az ablakok, de amikor 15 kilométerre voltam a repülőt repülőtértől még akkor is lehetett hallani a detonációt, tehát ezért ez nagyon nagy. Az volt a nagyobbik, amikor az amerikaiak egy drónnal kilőtték az autót, amiben egy öngyilkos merénylő ült, az is egy terrorista volt, és ő Ilyenkor is... mit érez, bocsánat, hogy a szabadba vágok, mit, mit érez ilyenkor egy riporter, amikor ott van ennyire közel egy ilyen robbantáshoz? Egy másik kollégával voltam, egy pakisztáni kolléganővel, és ő éppen élőzött, és úgy, ahogy én, amikor az egyenes beszédbe bejelentkeztem, és egonnal beszélgettünk, és lövések voltak a háttérben, az ember reagál rá, elmondja a nézőknek, hogy mi történik, de én nem voltam élőben, hanem megnéztem, hogy a pakisztáni kollégan, hogy mit mond erről, és hát azon kívül, hogy félsz és megijedsz, azon kívül ugye elkezdesz gyorsan hívni a tolmácsokat, hogy mi történt, hol volt, oda lehet-e menni forgatni, vagy nem lehet oda menni forgatni. Tudod, azért ilyenkor elindul az újságíróvér, menjünk, nézzük meg, mi történt. De aztán végül azt mondták, hogy semmi esetre se további merényletek Lehetnek, nagyon erős az iszlám állam, nem tudják a tálibok garantálni a biztonságot, az enyémet sem, senkiért szól, azonnal menjünk vissza a szállodába. Tehát ez történt hazajövetel. Szóval nem lehetett elmondani, hogy milyen útvonalon, mikor hagyom el Kabul, stb. stb. És hát ezt úgy szervezték meg nekem ott az, ottani emberek, vagy embereim, hogy egy hajnali háromkor felvett egy autó a, a szállodánál, és kivitt Kabul külsőbe. Ott autót és sofőrt cseréltünk, de úgy cseréltünk autót, hogy engem nem engedtek kiszállni, hogy azzal a sofőrrel, akivel megállapodtak, hogy elmegyünk Jalalabadig, ami egyébként az egyik legjobban iszlám állam által, hogy is mondjam, ural terület, nem maga a város, hanem annak a környezet, illetve azon átvezető út, hogy ne tudja a sofőr, hogy egy európai fickó ül bent. És akkor megállapodtak, kifizették, én is beültem, és akkor elindultunk Jalalabad, tehát ez jó hosszú autókázás volt. Bocsánat, hogy belevegők közben a nézők a, a felvételeidet láthatják. Igen, hát itt látszik a tálibok például a, most a forgatási engedélyt látják, hogy mindenhol ellenőrizték. A, ugye volt tálib meghívásom, és a talibán kormány egy állandó ö, forgatási engedéllyel, egy papírral engedett útnak, és ez működött is, tehát ez működött. Szóval akkor autót cseréltünk Jalalabadban, új sofőr irány a pakisztáni határ, ott megint fogadtak a tálibok, annyira hihetetlen, hogy egy random checkpointnál a talibán fegyveres benéz az autóba, Aha, a magyar újságíró, és így nem hiszem el, hogy 180 kilométerre Kabultól pontosan tudják, hogy kiráz a hideg hogy pontosan tudják, hogy én elindultam hazafelé, és hogy milyen útvonalon megyek. És akkor a pakisztáni határnál megint megállítottak a tálibok, megint elbeszélgettünk, pontosan tudták, hogy mikor jöttem be, megkérdezték, hogy minden rendben volt -e. ők is megnézték még egyszer a forgatás engedélyt, utána irány a pakisztáni határ, volt egy külön pakisztáni belügyminisztériumi engedélyem, hogy átléphetem vízum nélkül a határt, ott kaptam mindenféle oltást, meg PCR-tesztet, kettőt elvégeztek, utána irány Pesavár, Pesavárban pár óra alvás, utána irány Bahrein, Atén és Budapest. Ez 42 42 órás út ezt volt hazafelé. Nem kérdezni, ez hány óra? Ez volt? nagyon kemény út volt, 42 óra hazafelé, nagyon kevés alvással, és Gyalalabadban, amikor megálltunk reggelizni, az nem úgy van, hogy megállunk egy reggeliző helynél, és bemegyünk, és egy kis jogkurt, stb. Mondták, hogy akkor egy pékség, ők beszaladnak kenyér, és amíg ülök a kocsiban hátul, addig egy ilyen kendőt a fejemre tekertek, hogy biztos, ami biztos, nehogy valaki meglássa, vagy megláthassa, hogy egy európai ül a kocsiban átul, és akkor leadja a drótot, hogy na itt érdemes valakit elkapni, vagy érdemes túlszulejteni. Volt olyan pillanat, említetted, hogy fogsz mesélni olyan történetet is, amit eddig még nem meselt. tehát Volt-e olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy te jóig mit keresek én itt? Tehát rengeteg interjú volt eddig, és rengeteg interjú áll előttem, és mindig, valaki, mindig előjön valami olyan történet, ami ami még valahogy nem került szóba, mert, mert, minden másodpercében, amikor Afganisztánban vagy meg Kabulban a fővárosban, akkor, akkor vagy észreveszel valamit, vagy történik valami, vagy puskaropogás, vagy bezárnak a bankok, tömegek jönnek oda hozzád, lögdösöd és a többi. És volt egy olyan helyzet, hogy elmentünk járőrözni a táli fegyveresekkel, és ők vittek kocsikkal, hogy hogyan védik a város, ez pont az első merénylet után volt. És és a, 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 tálib nemzetbiztonsági parancsnokkal készítettem interjút, tehát olyan nagyon bizalmi volt a hangulat, azt gondolod, hogy egy parancsnokkal csinálsz interjút, akkor ott minden rendben van, hát, én vagyok, Igen. a külföldi újságíró, ő a parancsnok, körbe vannak körülöttem fegyveresek, akik azt gondolom, hogy őt meg engem védenek. Hány fegyveres vett titeket Hát ott annál az interjúnál, meg utána a, a körül 8-10. És mondjuk volt 8-10 kocsi, amiben még mindegyikben volt olyan 4-5 ember, illetve a platon ültek még 3 4 -en. És ugye úgy ment a beszélgetés, hogy amikor a parancsnok nem volt ott, körbevettek a táli fegyveresek, és akkor volt, aki tudott angolul, akivel nem, az pedig fárszi vagy pastú nyelven a tolmácsom folyamatosan fordított, hogy én mit mondok, ők kérdeztek, ők kérdeztek többet, de én is tudtam kérdezni. És volt egy pillanat, amikor megfagyott a, a levegő, és a tolmácsom szó szerint majdnem elájult. És így teljesen elfejhéredett, úgy hívták, hogy kályhán. Egyébként most beszéltem vele fél órája, és szörnyű dolgokat mesett, mindjárt mondom azt is. És azt mondja a Kályhán, hogy nátna, na, no, Mr. András, nátna, na, no, ne most, Mr. András, ne most, most baj van. És micsoda, micsoda, nem, ért nem értettem egy szót se. A lényeg megjött a parancsok, felültünk, elmentünk járőrözni, visszavittek a szállodai, szállodai szobába, és akkor mondja a Kályhán, hogy hát az egyik talibán megkérdezte a másikat, hogy ez itt muzulmán, ez a csávó? És mondták neki, nem, nem, ez keresztény. Jó, hát akkor öljük meg, és vágjuk le a fejét. És akkor erre, ez volt az a jelenet, amikor a, a, a tolmács ő értette, de én nem értettem, tehát én ugyanúgy beszélgettem tovább, és, és ő megfagyott, és nem tudta, hogy hogyan kezelje ezt a történetet, mert hát gondolj bele egy, egy beszélgetést, amikor 8-10 ember vesz körbe, náluk fegyver van, ők vannak otthon, én meg egy szám magammal, egy biztonsági emberrel, meg egy tolmácssal, meg egy sofőrrel, de hát ők nem fegyveresek, tehát ők csak velem vannak. Ők már értették, hogy mi történik, de szerencsére nem, nem lett ennek folytatása, de ha hallom, akkor biztos én is másképp kezeltem volna ezt a dolgot. Azért nem tudom elképzelni, hogy nem volt valamikor halálfélelmed. Tehát ilyenek láttán, hallatán. Szerintem szerencse, hogy én ezt a történetet csak három-négy órával később értettem meg. Mert ugye akkor fordították le Pastúról, de mélyen érintett. Akkor azért mentem néhány kört a szállodai szobába, hogy most akkor én ki akarok menni holnap forgatni a repülőtére, ki akarok menni forgatni a városba. Hát azért folyamatosan interjúztunk, meg voltak interjúalanyok, vártak, és hát azért trükközni kellett, ki kellett kerülni a tálibokat. Hát a, a női aktivistával, ugye a legfontosabb. Pont ezt akartam kérdezni, hogy a nők gyakorlatilag eltűntek az utcáról, és amikor egy nő, a női aktivistával készítetted interjút, ővel, egy pincébe kellett lemenned, hogy? Igen. Uh a rövidre fogom a történetet, az a lényeg, hogy majd lesz egy világiradó külön kiadás, vagy egy extra adás, amiben megmutatom, hogy hogyan jutottunk el titokban hozzá, és mit mond arról, hogy a nőknek mennyire kell most félni a táliboktól. De mielőtt jöttem ide a heti naplóba, pont felhívtam a tolmácsomat, hogy a hölgynek sikerült elhagyni Afganisztán, mert neki volt amerikai meghívása, mert az amerikaiak a női aktivistákat megpróbálják támogatni és elvinni, és most mondta, hogy nem, hogy nem sikerült elhagyni az országot, hanem tegnap tüntetést szerveztek valamelyik tálib minisztérium előtt, és a tálibok nem, hogy bottal ütötték a nőket, hanem ilyen elektrosokkolóval, amivel, ilyen ösztökével, amivel az állatokat szokták sokkolni és azt mondja, hogy a sírtak a nők ennek hatására, tehát iszonyú kegyetlenek voltak, mert hogy tüntettek az emberi jogokért, a női jogokért, tehát ez teljesen friss, én is meg vagyok döbbenve, hogy ez történt szegény hölgye. Szóval a vele készült interjú nem sokára, kb. egy héten belül lesz az ATV, majd be fogjuk promozni, mindenhol elmondjuk, hogy, hogy az én utazásomat, illetve a Kabulban milyen a helyzet a tálib hatalom átvételné, de közben ott vannak a tálibok, akik mind azt mondják, hogy a jövőben számítanak a nőkre, pozícióba fogják őket tenni, minisztériumi helyeket fognak nekik adni, hanem is miniszterit, Tehát, hogy van egyfajta ilyen artikuláció, de közben meg hallasz ilyen híreket, és a kettő teljesen ellentétes egymással, Szóval nagyon érdekel, hogy mi lesz, és valószínű vissza is szeretnék menni, megnézni, hogy pár hónap múlva, hogy mi a helyzet Afganisztánban, meg Kabulban. Tartom is velük a kapcsolatot, én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, a világot nagyon befolyásolja, mi életünket is. migrációs válság, gazdasági lehetőségek, stb. stb. Tehát minden szempontból érdekes, hogy mi történik Kabulban és Afganisztánban. Illetve olyan szempontból is érdekes, nem tudom, hogy erről mit tudsz, vagy miket láttál, tapasztaltál, hogy a tálibok és az iszlámállam között most, most mi, a, mi a helyzet. Egyértelműen állítják a tálibok, hogy mindent elkövetnek, hogy a terroristákat kiszorítsák arról a területről, mind az iszlámállamot, mind az alkaidát. Az Az iszlámállamnak egy úgynevezett külön ága, az ISIS kötője K szervezet, nagyon-nagyon komoly területeket, útvonalakat bírtakal most még Afganisztánban. Ez köszönhető annak, hogy az eddigi kormányzat nagyon gyenge volt, és leginkább a tálibok ellen harcoltak. A mostani hadsereg, ami eddig volt a 300 ezeres hadsereg, tulajdonképpen egy tolvonással megadta magát a táliboknak. A táliboknak meg most az a legfontosabb, hogy egyfajta közigazgatást és egy ország kormányzását tudják megszervezni. Hát ezen dolgoznak. Pangyír az 6 33, 34 tartományból egy nem adta meg magát a táliboknak, ott most is harcok vannak, teljesen ellentétes információk jönnek, hogy kiáll áll nyerésre a tálibok, vagy az ottani, hát mondjuk szabadságharcosok illetve hát az iszlám államnak vannak ilyen területei, hiszen az iszlám állam, amikor Szíriából kiszorult, illetve Irakból, Afganisztán egy remek táptalaja annak, hogy ott toborozzon, kiképzött táborokat tartson, stb. stb. pontosan a nagyon gyenge közigazgatás miatt. A tálibok ezt nem akarják, már csak azért sem, mert ők azt próbálják mutatni a nyugat felé, hogy egy normális országot építenek, ehhez viszont el kell fogadtatni a magát diplomáciailag, egy olyan országot pedig nem lehet elfogadni, ahol az iszlám államnak mondjuk nagy bázisai vannak eredendően azt mondják, hogy ők harcolnak ellene. Egyébként ezt mondjuk bizonyítja is, hogy amikor volt az öngyilkos merénylő, akkor 13 amerikai katona halt meg, de 28 tálib fegyveres. Tehát az iszlám államnak az is érdeke, hogy például a tálibokat megsemmisítse. Említetted, hogy pár hónap múlva vissza szeretnél menni. Arról is mesélj egy kicsit, tudom, hogy már más, például összeülős ügyadjének elmondtad már az egyenes beszédben, hogy mennyi forgatási engedély kell ehhez a, a mindenhez, de most például, ha pár hónap múlva vissza szeretnél menni, akkor vannak már olyan kapcsolataid ott, akiknek egyszerűen csak tudsz írni, és, és ki tudsz menni kicsit könnyebben, mint most? Az információs miniszter helyettes, aki tulajdonképpen nem más, mint a Talib át, ők úgy hívják, hogy Taliban Emirat, ez a Taliban kormány, 12 nagyon morcos, szakálas férfi ilyen turbánban és afgán ruhában e, pózolnak, és ők vezetik most az országot. E, azt kell, hogy mondjam, hogy ebből a szempontból korrekt volt, mert azt mondta, hogy itt a mobil számom, vett fel velem a kapcsolatot Whatsappon, azonnal válaszolt is, és azt mondja, hogy ha jössz vissza, akkor adunk engedélyt, megint adunk írásos engedélyt, illetve az a forgatási engedély, amit kaptam, az, az tulajdonképpen most is érvényes, tehát nincs rajta idő, nem, nincs lejárat rajta, tehát forgathatok. Ugye nagyon nehéz lesz bemenni. Csát, hogy ezt szabadba vágok, de rövidnek kell lennünk, mert lehet az, az a, lényeg, hogy, az a lényeg, hogy most a nagy kérdés az, hogy beengednek-e afgán vízum nélkül, hiszen a diplomácia még nem indult el, nem tudni, hogy mi lesz, egyáltalán nem tudni, hogy mi lesz az országban, lehet, hogy kitör a polgárháború. Szóval meglátjuk, rajta tartom az afgán ütőeren az ujjamat, és megnézzük, hogy mi András, a mi pedig rajta tartjuk a szemünket, és beszámolunk folyamatosan mindenről, ahol éppen vagy.